Hát én nem tudom, hogy szoktak-e olyat mondani, hogy nekem az az, az az arszpoetikám, hogy ez az életem. Van másik élet is, persze, és az is nagyon fontos. Van családom, gyerekek, unokák, nagyon büszke vagyok rájuk, de hát az igazi élet az ez. Ha ez nem lenne, akkor persze volna más, hát élnek emberek. Hát csak én vagyok egyedül az állami együttes vezetője, rajtam kívül még 9 millió, nem tudom hányan vannak, akik nem ezek is élnek. De nekem ez. október 14-én születtem Jászberényben. A család gyökerei azok Jászapátira nyúlnak, mind édesapám szülei, mind édesanyámék onnan származnak. Hát az, hogy tősgyökeres jászok-e, ezt nem tudom teljes biztonsággal mondani, bár olyan jó volna azt hinni, hogy valahonnan, valamikor onnan az ókori Perzsiából azokkal a jászokkal érkeztem a jászságba, akiknek kulturális nyoma elveszett. A redenció, az önmegváltás az, ami egy újkori összetartást próbál adni ennek a kis népnek, közösségnek, amelyiket úgy hívunk, hogy jászság. Persze jártam Gyimesbe, és Szucságon, Samu bácsinál, Kükülümentével többször, Kalusz Zoli bácsival, itt lakodalomba, ott lakodalomba, Ádámoson, de én nem tartom magamat nagy gyűjtőnek. Én, ha mentem, természetesen készültek felvételek, de inkább érzelmi kérdés volt megérteni azokat az embereket. Mert a filmekről itthon is hát betette az ember, és akkor megnézte, megtanulta, de hogy az emberekkel való találkozás, hogy minél több fogozót kapjon az ember, hogy megismerje kultúrának a működését. Azért nem zeneszerzés és nem szoborfaragás. Szóval azért ez az emberi test, ami igen bomlékony, tehát nem árt sikeresnek lenni az embernek az életébe. Tehát ez az egyik küldetés, hogy legyek sikeres, persze, hát hiú vagyok, művész vagyok, ember vagyok, hát persze, hogy ezt szeretem legjobban hallani a világon. A másik küldetés tudat pedig az, hogy valahogy irányítsuk a közönséget. Ha mi létrehozunk egy művészi produktumot, az túlmutat annak a művészi értékein. Van még benne valami más.
Ez pedig valahogy a magyarságunk, az identitásunk, a múltra való támaszkodásunknak a jelen világon való megerősítése. Tehát én azt hiszem, hogy én nem csak alkotó ember, hanem kicsit hittérítő is.